Itt van. És hozta a kis teljes kiörlési kenyérkéjét, valami krémmel rajta. Istenem, köszönjük szépen. Mm. Helyesen egy szépen vasárt ingben. Hozd még, hozom még valamit. Hozzad, csak nyugodtan. Addig megmondom, mit hoztál. Azt hitte, hogy korábban már augusztus végén megcsinálta. Jó? Ízre olyan, mint az arcod? Most? Igen. Mert akkor nem kérek, mi? Ízre olyan, hogy ez most a Feri. Vidd el a lénynek. Nem rossz egyébként, mindjárt elmondja, hogy miből van. Gábor! Itt van szervusztok, hogy lehetne keveredőt úgy, ha sikerült rátenni ezt a kis pástétumot. Nem, érdekes. Jó reggelt, szervusztok. Hello. Hát kérdezd meg, hogy mit reggeliztem. Á, de vicce, hát egyébként azt nem akartam elfelejteni. Azért jött, mit reggeliztél? Köszönöm. Igazából azért mondtam, hogy kérdeznek, mert hoztam nektek egy kis pástétumot, mégpedig egy kis hagymát inszteltem, és rá darádiót tettem, fűszereket, és füstölt gabona csemegét, vagy kolbászt. Kolbászot azt alig használhatom, azt mondta Feri, hogy lehet ezt legyen, a szót. Ne gyalázd meg ezt a gyönyörű terméket azzal, hogy ezt annak nevezed. Gabona termék, ez gyönyörű. Vega ez egy teljesen vega, egy diós vega kolbász teljes ölésű kenyérrel, kis paprikát hoztam, kint van. Kóstoljátok meg. Érdekes íze lesz, hogy szokni kell, mert nem az a húrka vagy kolbász íze. Igen, Balázs itt hamar rápakolta a gépeket. Nekem ráesett az egyik telefonunkra, fejjel lefelé. Fejjel lefelé. Tehát délután egyik senki nem tud dalt kérni majd a kívánság műsorban. Csupán ennyi történt. Igazán a három telefonvonalunkból kettő lehalt. Kokuzsira készült, kóstoljátok meg. Az előbb hát megpróbáltunk most... a szendvicsen tárcsázni, mert átvette a gombokból. Én ezeket nagyon szeretem, amiket hozzá. Tehát most reggelit hoztam, nem édeset, és én magam is ezt reggeliztem.